Darabos Éva, Pákispanalom című animációs filmje az egyik legszellemesebb, legszórakoztatóbb darab az amúgy is nagyon erős animációs szekcióban. Nagyon szeretem Veres Veszprém Lili Vadkert szőnyeg kollekcióját, mert a természeti formákat nagyon finoman tudja becsempészni az otthonunkba. Én Némedi Varga Réka Hanaf Huda című kártyajátékát választottam. A Hanaf Huda egy ősi japán kártyajáték, ezt újította meg a művész. Azért a személyes kedvencem, mert én is imádok társasozni, és ezek gyönyörűek a kártyák is, és az egész kidolgozás. A világítós ruhák a kedvenceim. Ha meglátom őket, mindig feltöltődök. A közös térkiállításból nekem a kedvenc tárgyam Kiskéri Design gombalámpája. Azért szimpatikus ez a lámpa a dizájnon kívül, mert természetes anyagokból van, így a környezetet is védi, és közelebb is áll hozzánk, amikor használjuk. Nagyon kedvelem Gera Noémi ékszereit, a nyakékeket, gyűrűket, fülbevalókat, az anyaghasználat miatt, illetve azok miatt az organikus formák miatt, amitől egészen különlegessé válnak. Az ő ékszereinek a lényege, hogy felhívják a figyelmet magukra, és elüssenek a szokványos formáktól. Bánor Rita Vitorláshal és Bárthal című művei tetszenek a legjobban az iparművészeti szalom üvegművészeti szekciójából. Főképp azért, mert aprók, ugyanakkor nagyon letisztultak, sematikusan mutatják be a hal motívumot. Az én belsőépítészeti szavazatjavaslatom a Zeneházára esik, annak belső építészei, Csavarga Rózsa és Török Szabolcs Bence. Javaslom továbbá, hogy lehessen szavazni a kiállítás installációjára is, ahol az építész belső építész Szabó Levente. Tisztelt látogatók, ajánlom figyelmükbe Pázmándi Antal kiváló munkáját, amely híven tükrözi zaklatott korunkat. Várjuk Önöket szeretettel!